Vidám reggelt kívánok mindenkinek. Valami egy ilyen 200 kilósnak érzem magam, ma nem tudom, hogy milyen. Nem csodálom, hogy így éreztem. Nem volt jó ez a főzelék? 73,6. Tehát akkor nem volt egy. Hogy megéreztem? Érdekes. Na hát akkor is egy 4-5 deka. Na, de rég voltam már itt. Reggel kopogott valami fasz, vagy mit csöngetett. Nem tudom, ti becsöngettek valahova, nem nyitnak ajtót kora reggel, akkor utána így vártok 2 percet, és akkor megint nyomjátok, hogy tehát, vagy mi? Nem értem az ilyeneket. Egyébként itt egy, van egy köcsög leszbikus postás, és ez állandóan haragszik rám. Nem tudom, gondolom azért, mert szerelmes a csajomba, nem tudom. Ilyen flegmázva ad át mindent, komolyan, úristen. Nem is értem az ilyennek mi baja van. Szerintem lehet, hogy ő volt. Jó, hogy egyszer be fog törni hozzánk. Nagy darab állat, azt azért. A flegma fejjel bazd meg, mint hogyha, én nem tudom. Kinyitom, és akkor mondja nekem, Csilla itthon van. Mi az, hogy Csilla itthon van? Mi, te ilyen kurva jóba vagytok, hogy mi a... Mi az, hogy Csilla itthon van? Hát mondja egy teljes nevet, hogy keresem a... Izét, ne harag, elnézést, keresem a... Kovács Júliát. Mi a fasz? Csilla itthon van? Anyádat. Így néz rám, mint hogyha nem tudom, az meg, mint hogyha... Sose látott volna. Nem tudom, ez... Na mindegy. Szarok rá. Nem tudom, tényleg valamit így eszik az ember, és akkor felszad egy fél kilónál másnap, meg nem tudom, ez nem lehet utolérni egyszerűen, ez rohadt idegesítő, de mindegy, már szarok a kilókra, ma lesz izé. Lesz ma kardióbox elméletek, hát hogyha összejön, nem tudom, mert több csaj is lemondta, akkor ilyen technikai edzést jó lenne tartani nekik egy kicsit, amilyen komolyabb technikai részre rámenni, mert az tök király lenne. És akkor, ha meg nem, akkor szerintem elmegyek anyámhoz egy kicsit mozogni, vagy nem tudom, jó lenne már egy kicsit így lazítani egyébként, mert elmenni moziba, vagy valami faszom. Egy kicsit így kimozdulni már, ez király lenne. Megint nem jelent semmit egy ilyen 4-5 deka. De hát mondjuk ahhoz képest, hogy voltam most már 72,8 is voltam, most meg 73,5. Ezért az úgy sok. Hát sok, hát a fasz sok, csak most ugye a, nem tudom én ehhez képest. De az a baj, mert ma is akartam valami főzeléket, mert ez olyan jó volt. De akkor lehet, hogy úgy csinálom, hogy ott nem használok tejszínt. Lehet. Nem tudom, de... Vagy így megeszem minden a beton tömböt. És akkor valami humuszt kéne ennem föl, de vagy mit tudom, vagy egy levegőt szívni, vagy fényenni. Mint Lagzi Lajcsi. Egy jó fényevés. Párolva. De jó is az. No. Jó, nem, az sem tudom, hogy... Na, Fira, itt is mennek a mentők. Pont láttam a vlogodat, akkor átröhögtem. Jaj. Igen, itt kinyírtak tömegesen mindenkit, hogy ennyi mentő megy a... Ó, volt, csipázom a fiát.
Na, itt is megy állandóan. Ne izgulje. Kapjuk mi is a mentőt. Na, nem tudom, hogy mi a szart fogok enni ma reggelire. Nem tudom, semmilyen ötletem nincsen, hogy valami. Így néz ki a reggelim. 3 darab abonát, vékony kis körözött rajta, ugye az túró, túrós cucc, aki nem tudná, akkor van rajta párizsi, meg egy kis zöldség, meg egy kis sajt maradó. Egyébként ránézésre ezek mindig olyan szépek, tehát ez a papír is olyan tök jól néznek ki, olyan gusztusos, kár, hogy az ízük az viszont pocsék. Visszafekszek aludni. Mielőtt indulok, egy ilyet megeszek, almás fahéjas, egyébként ez a kedvencem, elfogyasztok. Na, pillanatokon belül indulok a Cardio Boxingra, 3 lány jön elméletileg, tehát akkor 4-jel leszünk. Egy kis technikai edzést fog tartani nekik, mert amikor kevesebben vannak, akkor így jobban oda lehet figyelni. És akkor nem meghúzzuk erőlétileg, hanem próbálunk egy kicsit a technikára elmenni. Na, már itt is vagyok teleportálva. Mindjárt kezdődik. Szia Fruzsa, üdvözöld a srácokat! Sziasztok! Most meg a másik. Az életmentő snake, gyorsba. Az a teleportáció. Nagyon elfáradtam. Úristen, nem tudom én. És most letekertem még ide-vissza. Hú. Jó. Hú, kész vagyok, mint az állat. Nagyon kész vagyok, és itt már készül valami. Anyám, mi lesz ez? Azt a rohadt. Nagyon elfáradtam, nem tudom, kész vagyok teljesen. 2 főtt virsli, ilyen mikrós, és akkor cukkinis gombás köret hozzá. Ennyi. Igaz, Maki? Papír. Az éjszakai gyönyörű kávé. Bella. Kis kanállal.